Hogyha egészséges ételekről és egészséges húsokról van szó, akkor ugye mindenkinek a halak jutnak az eszükbe, amiből egyébként is keveset fogyaszt a magyar lakosság. Viszont a vadhúsról én azt gondolom, hogy méltatlanul kevés szó esik, pedig egy nagyon különleges, nagyon finom és nagyon egészséges hús, jól tudom? Igen, a vadak nem esznek antibiotikumokat, ugye azt sajnos tudjuk jól, hogy a tenyésztett állatokat antibiotikummal kezelik azért, hogy ne betegedjenek meg, ahol nagyon sok állat él együtt. Miután a vadak sokat mozognak, ezért nem zsírosodnak el életükben. Ezért az energiatartalma ezeknek a húsoknak lényegesen alacsonyabb, viszont a fehérje tartalom magas. Innentől kezdve ugye, aki vigyáz a vonalaira, nyugodtan fogyaszthatja a vadhúst. Érdekes, hogyha a vadhús a legtöbb embernek eszébe jut, akkor mondjuk az éttermekben nagyjából pörkölt formájában képzelik ezt el. Holott a vadhúst azért nagyon-nagyon sokféleképpen lehet tálalni, így van? Igen. Vadhúsból kiváló pástétomokat lehet például készíteni. Gyakorlatilag csak a fantázia szab határt annak, hogy milyen ízesítéssel készíthetünk pástétomokat. Miután a vadhúst nagyon kellemesen lehet elkészíteni különféle gyümölcsökkel, áfonyával, narancssal, ezért a pástétomok is készülhetnek így. Egészen különleges ízeket lehet létrehozni. El lehet tenni például a vadhúst megsütve zsírban. Ugye ilyet a nagyanyáink csináltak annak idején, amikor még nem találták fel a mélyhűtőt. A vadhús pástétomokból különleges kulináris élményt lehet készíteni. Vendégváró falatoknak, piknikre, vacsorákhoz, előételnek számtalanféleképpen lehet tálalni. Különböző módon zöldségekkel, gyümölcsökkel lehet fogyasztani.